Az a cím, hogy Nyári Sláger 14. Ez annyira új, hogy tegnap előtt demoztam fel és megmutattam a többieknek. Günzberger Ákos azt üzente, hogy neki lehet, hogy ez a kedvenc galaxisok száma. Ez egy vasárnap délután, és én itt ülök veled a város legrosszabb helyén, 14 után. Rádióban a számot én írtam tavaly, de tőlem aztán szólhat, ha téged nem zavar. De ez csak játék, csak játék az egész, az idő nem áll meg, és olyan nincs, hogy visszamész. Ez egy vasárnap délután, és én itt ülök veled egy busz megállóban, még nem csináltam meg, amit megcsinálok később, valami nevetsz, és egyikünk sem sejti, hogy mindjárt vége lesz. És olyan nincs, hogy visszamész. Sötét szobákban orgonálunk, 30 fokba feketébe járunk. Benyomjuk a kólás pohár fedelét, hogy ne pusztuljon el a világ. Egy vasárnap délután, és én itt ülök veled a város legrosszabb helyén, 14 órán. Köszönöm szépen, Nyári Sláger 14. 14, de lehet, hogy ez egy Nyári Sláger lett volna. Sajnos nem maradtunk róla. Mit is mondatok még? Felkelek, elmegyek boldog, borostás vagyok és sápa. Valaki utánam kiabál, hozd meg a kurva anyádat! De olyan szépek a fák tavasszal az Andrássy úton, és megpróbálok nem gondolni rá. Szűkebbek lettek az utcák, ritkábbnak tűnik a levegő, és nem ezek lesznek a legszebb évei. A fejemben gyönyörű dallamok, amiket nem tudok elénekelni. Nagyon igaz, mert mostanában egyre többször nem is jut eszembe semmi. A Nyár utca 20 előtt állva a taximra várok, és megpróbálok nem gondolni rá. Hogy szürkébbek lettek a házak, vasárnap lejár a bérletem, és nem ezek lesznek a legszebb éveim. De minden
Az arcomba húzom a sálam a hajnali köbben, és röhögve nézem, ahogy lassan felkel a nap. Mert történhet tőlem bármi, én akkor is itt fogok állni. Ha nem ezek lesznek a legszebb évei. A kupancokat is játszottuk már. Játszottuk, hát játszottam, de igen. Soha nem veszik, hát az működhet. Nem